Üdvözöllek itt a Szabad Zenetanulás Workshopnak a második részében. A tegnapi videóval egy kicsi technikai baki volt, ez a YouTube-nak a hibája egyébként. Nem, hát legalábbis nem szólt arról, hogy nem tudja feldolgozni a fájlt, és csak akkor láttam, amikor nagyon sokan írtátok, hogy nem volt elérhető a videó. Köszi szépen a visszajelzést innen is. A mai témánk, ahogy tegnap is a videóban ígértem, a Sting-től az Englishman in New York című számnak a kidolgozása lesz. Ez azt jelenti, hogy végigmutatom az elejétől a végéig. Szerintem így a legegyszerűbb, így tudjátok a legjobban eltanulni. Nem fogok olyan nagyon magyarázni, csak megmutatom, hogy éppen mit csinálok, és ezt narrálni fogom. A szoftver, amit használni fogunk, ez az ingyenes Kotta szerkesztő program, az a címe, vagy az a neve, hogy MuseScore. Megmutatom azt is, hogy ezt hol tudjátok elérni. Megmutatok igazából mindent, amit én szoktam benne használni. Ha kérdésetek van, vagy haladtok a feladatokkal, akkor mindent szívesen várok a Zenetanulás Szabadon Facebook csoportban. Nagyon sokan jelentkeztetek már, és találkoztunk is, meg bemutatkoztatok. Nagyon szuper volt olvasni azt, hogy mennyiféle háttérre jöttetek. Úgyhogy, ja, nagyon izgi, csapjunk is bele. Na, üdv itt! Átváltottam a webkamerára, mert egyszerűen egyszerűbb lesz a folyamatot így végigkövetni. Igazából szerintem az első nagyon-nagyon fontos dolog, amiben én belenéznék, az maga a szám. Englishman in New York. Kicsit hallgassunk bele, nagyon remélem, hogy a YouTube ezt nem fogja letiltani. Tehát van egy intrónk, ami ugyanaz az akkord négyszer, majd mindjárt megnézzük, hogy mi. Egy szép dallam. Oké. Igen. Tehát volt egy verze, ez négy sorból állt, ez pedig megismétlődik, nagyon-nagyon szuper, talán még jobban is látjátok, hogyha... Előkeresem nektek az akkordokat, hoppá, el is írtam, de itt a, mondjuk nézzük meg ezt az első oldalt, ami feljön, ultimateguitar.com, tök jó, amire nekünk szükségünk van, azok ugye ezek az akkordok lesznek, ezek körülbelül jók, majd kicsit beszélünk róla, nagyon-nagyon jól használhatók. Oké, és itt látjuk is, hogy van egy intro, amit ugyanezek az akkordok lesznek majd, mint a verzében, van egy verzénk, látjuk, hogy ugyanazok az akkordok ismétlődnek egymás után, mind a négy sorban, ezért tök jó ez a szám, nagyon könnyen tanulható, majd mindez megismétlődik egy második négy sorban. Utána jön a kórusz, amit mi refrénnek szoktunk mondani, amik ugyanazok az akkordok. Tök jó. Tehát olyan nagyon nagy varázslat nincsen ebben a számban. Meg is hallgathatjuk, hogy pontosan mi a különbség akkor ugye a verze és a kórusz között. Tehát a refrén és a verze között. Bejött egy kórus, vokál, zongora, mindenféle perka. Tehát ugyanazok az akkordok, illetve, na, mondom még egyszer, ugyanazok az akkordokat játsszák, gyakorlatilag, csak hangszerelés változott benne, tehát egy kicsit intenzívebben játszanak, több szám van, meg ugye más a dallam. Szóval, ja, igazából ezzel játszik ez a szám nagyon-nagyon sokáig, ugye kicsit később, tehát megismétlődik még egy verzével, hoppá, megismétlődik még egy verze, tök jó, utána még egy refrén, tehát két verze, egy refrén, egy verze, még egy refrén, ugyanazok az akkordok, tök jó, tehát csak egyszer kell ezt a három akkordot megfejteni, hogy kell őket megfogni, vagy maximum egy-két alternatívát majd nézhetünk rá, és a dallam lesz majd a nehezebb, amit megfejtünk.
Na és ebben tud segíteni nekünk a Kottázó program, hogy egyszerűen hangról hangra le tudjuk nézni, meg vissza is tudjuk játszani, mert a fülünkben tudunk bízni egy idő után, hogy hát ez jó, hát ez nem jó. Ezt az én nagyon, azokban a dallamokban mindig is így csináltam, amik nekem nehezek voltak, és még nem értettem őket, mert még sose hallottam hasonló jellegű dallamot, ugye a jazzesek nagyon sokat szednek fül után, tehát nagyon sokat tanulunk fül után, és ja, sokszor ezt csináltam, hogy így vagy zongoránál kipötyögtem, és akkor hangról hangra, vagy akkor így beírtam egy ilyen programba, és az tök jó. Na és ugye az egyetlen egy más akkordokból álló részünk, az a bridge. Az pedig ez. Van egy jazzes rész benne, vagy hát ilyen swinges, de az akkordok ugyanazok. Mármint, mint az első akkordok. Igen, meg van benne ez a dobos rész. Tehát tök jó, igazából visszatért az első, az eleje, ugye egy harmadik verzével. Jó, most ő ezt egynek számítja, de ez kétszer négy sor, ugye? Nem csak egyszer. Úgyhogy tök jó. Úgyhogy ezt a három akkordot meg kell fejtsük, hogy mikor és hogyan fogjuk meg őket, és utána pedig ezt a bridge-et, vagy bridge-t, nem is tudom. És utána már csak a kórusz fog ugye ismétlődni, és amivel dolgozhatunk, az a hangszerelésnek az intenzitása. És én mindjárt mutatok példákat. Nézzük meg magát a programot, amivel dolgozunk. Ez a MuseScore nevű program lesz. Ezt a MuseScore.com nevű oldalról tudjátok letölteni. Teljesen ingyenesen. Ez benne a jó, hogy amiért fizetni kéne csak, az egy kottatár nekik, ahova így töltenek fel kottákat. De maga a program minden visszajátszós dolgával együtt teljesen ingyenes. Ez tök király, mert bármikor egy pillanat alatt vissza tudjuk hallgatni a zenénket. Én most ezt nem töltöm le, de itt tudjátok, látjátok, hogy magyar nyelven is van, tudjátok letölteni, a telepítésben semmi extrát nem kell alkalmazni, csak végig kell nyomogatni, és kész. Egyéb kottákat is alkalmazhattok. Nyilván egyéb kotta szerkesztő programok is vannak, egyik se ingyenes. Illetve dolgozhattok akár midivel, dolgozhattok akár ilyen egyéb módszerekkel is, meg kézzel is írhatjátok a kottát. Én azért ezt preferálom, mert ezt, tehát több tanítványom is próbálta, én is többet próbáltam, most ezt találom a leghatékonyabbnak erre, pont egyébként a visszajátszás, meg a könnyű szerkeszthetőség miatt. Itt vagyunk a MuseScore-ban, megnyitottam a legújabb verzióját, vagy hát a körülbelül legújabb verzióját. Itt láthatjátok, hogy nagyjából ez a felület fogad, én szeretem, nyilván nektek lehet, hogy világosabb a téma, én szeretem ezt. Csináljunk egy új kottát. A lehető legegyszerűbb dolog. Na most ugye, mivel bármilyen hangszert hozzá lehet adni, be lehet írni szerintem, hogy zongora, zsebtrombita nyilván, az kéne nekünk. Szóval, tök jó, ugye itt mindenféle hangszert egyszerre hozzá lehetne adni, nekünk csak egy zongorára lesz most szükségünk. Na, és ami a kottát illeti, írjuk be a címét, ugye nincsen, azt hiszem, hogy nincsen alcíme. És a szöveggel egyelőre még nem foglalkoztunk. Ez tök jó, hangszerelő meg. Most én leszek, ugye amit csinálunk, ez a hangszerelésnek a folyamata. Nem mint a számítana, hogy odaírtam egyébként, mert ugye ez csak egy belső használatú kotta. Nézzük meg egy kicsit az akkordokat, próbáljuk meg kitalálni, hogy milyen viszonyban vagyunk, milyen hangnemben lehetünk. Sőt, ezt ide is írták, ugye de ez H-mollban van. Ami az akkordokat illeti, most nem akarom Ádámtól és Évától elmondani, hogy éppen melyik akkordban milyen hang van, viszont ehhez nagyon szuper
akkor táblázatokat lehet találni az interneten is. Én is mellékelni fogok egyet, vagy hát már mellékeltem egyet az e-mailben, amit kiküldtem nektek ezzel a videóval, ezt ki tudjátok matekozni. Az a lényeg, hogy ha hámorban vagyunk, akkor érdemes beállítani hozzá egy előjegyzést, csak azért, látjátok is, hogyha nem tudjátok, hogy melyik kiírja a program, szóval tök jó. Ezt így be lehet húzni innentől, és akkor hámorban van az egész. Az előjegyzés az azért fontos, hogy meghatározzuk, hogy melyik hét hangban vagyunk. Hogyha nincs meg ez az előjegyzés, egyébként az sem olyan nagy gáz, csak akkor mindig ki kell rakni, hogy éppen melyik hangot módosítjuk. Okés. Tehát azt kéne kitalálni, hogy ezek az akkordok hogyan jönnek egymás után, illetve hogy meddig tartanak. Ugye ez a tempónk. Aha. Ezek a negyedek. Tehát ugye négy negyed van egy ütemben. Hallgassuk meg megint ezt a számot. Még lassabbat is mondtam. Két, három, négy, egy. Basszust hallgathatjátok, mert egy hangsúlyos. Tehát E, H, H. Ugye? És mindegyik kettőig van. Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, H, négy. Oké. Okay. Tehát, hogy az első akkordunk az E-moll, ugye az E-re épülő tercek. Hoppá, na szóval, tehát E. Hogyha shiftet lenyomod, egyébként a hangok neveivel is, a billentyűzeteden is, valamint a számítógép billentyűzeten is be lehet írni ezeket a hangokat. Tehát, hogyha megnyomod az E billentyűt, akkor az E hangot be fogja dobni. És hogyha mindeközben a shiftet is nyomva tartod, mert ha csak egymás után nyomod, akkor egymás után írja be, de hogyha shiftet nyomva tartod, akkor egymásra építi ezeket a hangokat. Tehát, sőt, azt hiszem, hogyha shiftet nyomva tartod, megpróbálom a... Aha. Igen, ahogyha az altot nyomva tartod, és ahhoz nyomsz egy számot, akkor az annak megfelelő hangközt csinálja, adja még hozzá. Beírom az A hangot a billentyűzeten, megnyomom az altot, és közben azt, hogy három, akkor terceket épít egymásra, és ugye ezekből állnak a hangzatok is. És mivel D-durban vagyunk, mindegyik akkord az a D-durnak a hangzata, vagy a D-durban benne van, ezért láthatjuk azt, hogy ez egy ilyen egyszerű módszer erre. Oké. Okay. És itt pedig H, D, Fis, oké. Okay. És ezt ugye meg lehet csinálni úgy is, hogyha egyszerre leütöd a billentyűzeteden. Ennyi. Oké, okay. Tök jó. Hallgassuk meg, hogy ez hogy szól. Lehet, hogy lassabban fog szólni amúgy. Tök jó. Hát ez már körülbelül az, mint amit szeretnénk. Ez a jobb kéz. Bal kéznél ugye két dolgot csináltunk, az egyik az a basszus. Csak nem érje be. Ha az N betűt megnyomjátok, és ez a cucc megjelenik itt, akkor van N, mint notation, tehát notációs módban, az azt jelenti, hogy akkor írja be a hangot. Egyébként meg nem. Ez azért van, mert ha kikapcsoljátok ugyanúgy egy N betűvel, akkor össze-vissza játszhattok, és akkor ez nem befolyásolja a kottát, míg hogyha be van kapcsolva. Értitek? Szóval simán össze lehet a kottát keverni mindenféle dolggal. Na, szóval azt mondom, hogy bal kézzel játsszuk ugyanazokat az akkordokat először. Beírtam mindegyiket a billentyűzeten. Még egy dolgot tudtok ilyenkor egyébként tenni, és ezt most kitörlöm, hogyha ez, rákattintasz az ütemre, és shift-tel nyomsz, akkor ezt még ki tudod jelölni, egy Ctrl-C-t, ha nyomsz, akkor ezt ugye most kimásoltuk, és hogyha ide nyomod, akkor megjelennek ugyanazok a hangok. És hogyha egy Ctrl plusz lefele nyilat nyomsz, akkor egy oktávval lentebb játszol ugyanazokat a hangokat, vagy oktávval lentebb helyezi ezeket a hangokat, tök jó. Ha meg csak simán nyilat nyomsz, akkor meg arrébb viszi egy-egy hanggal vagy félhanggal ezeket a hangzatokat. Tök jó.
Na most. Ez az alapeset egy kidolgozásnál, hogy mind a két kéz az akkordokat játssza. Én ezt szeretem egyébként megkülönböztetni. Hallgassuk meg, hogy hogy szól. Megmutatom ezeket az akkordokat a zongorán. Ez az egyik. Ez a második. Ez meg a harmadik. Ugye? Tök jó. És akkor ez, ennek kéne végtelenül ismétlődnie. Hát hogyha ezt már ritmikusan játszátok, akkor igazából elkezdődik, tehát hogy belehalljuk a számot. Mit tudom én, ezt simán, simán lehet csinálni, úgyhogy ezek a hangok megvannak. Mi a következő lépés innen? Ez egy kicsit ilyen, hát nem szoktuk mondani, hogy purutyán szól, nem annyira jól szól, nem annyira szép. És gondolj bele, hogy elég nagy, tehát eljutottunk innen lentről, és eljöttünk ide, egy quintal arrébb. Hogyha szépen vezetjük a szólamokat, ugye három hangból áll, vehetjük ezt három szólamnak is, egy hármas hangzat, olyan, mintha három ember énekelné, akkor meg tudjuk csinálni úgy, hogy végig gondoljuk azt, hogy hogy tudnám úgy vezetni ezt a három szólamot, hogy mindegyik ember, mind a három ember a lehető legkisebbet lépje arrébb. Ez a legkisebb lépés elve, és megmutatom, hogy ez mit jelent. Azt jelenti, hogy ugye a bármelyik hangot leviszitek, kicsit ránegyetok erre, ha bármelyik hangot ledobjátok egy oktávval vagy kettővel, ez attól még ugyanúgy egy A-moll hangzat lesz, csak egy másik fordításban. Viszont így, hogyha most ezt nézitek külön, látjátok, hogy ez a hang az konkrétan ugyanez, ez a kettő, ez pedig csak egy-egy hangot lépett arrébb. És ez a kezünknek is azért egyszerűbb, mert ha megnézitek, illetve egy pozícióban tud maradni a kezünk. Tehát nem kell ugrálni, hanem egy pozícióban tudunk maradni. Az egyes ujjunk az például itt full ugyanott is marad. Majd a konkrét eljátszásra is mindenképpen. Na most itt, ez is egy érdekes kérdés, hogy... Hát... Mi lenne, ha ezeket is lejjebb dobnánk egy oktávval? Szóval így a legkisebb lépés elve alapján tudjuk vezetni a jobb kéz akkordjait. Ez tök jó. És így viszont ugye azt vettitek észre, hogy ez így szól. Tök jó, csak olyan, mintha nem lenne alja, mert hogy nincs is. Rakjuk be a bal kézbe a basszust. Ugye a basszus az mindig, nem mindig, de most jelen esetben csak a harmóniának az alaphangja. Ugye ez a legalsó hang, amit játszunk. Rakjuk le ide a basszus tartományba. Tök jó. Hallgassuk meg. Tök jó. Na, ez most már eléggé, ez most már valahogyan szól. Ezt most már így le tudjuk másolni. Egyébként szerintem könnyen lehet, hogy működik ez a gyors billentyű. Igen, hogyha kijelölsz egy részt, akkor az R betűvel le tudod kopírozni nagyon-nagyon sokszor. Tök jó. Tehát így, hogyha mondjuk kísérünk egy énekest, akkor simán le tudjuk játszani már ezeket az akkordokat, mert ezek működni fognak. Tök jó. Na, mi innen a következő lépés? Hogyha mondjuk bővíteni szeretnénk az akkordokat, simán rakhatunk rá még plusz hangokat, hoppá. És a bal kézben még raktam hangokat, és ilyen teltebb lesz tőle a hangzás. Ugye, és ez is jó benne, hogyha megnézed a hangokat, amik jól szólnak, akkor ezek a hangok azok a zongora billentyűzeten, ugyanúgy látni tudod őket. Tök jó. Ez például egy lehetőség. Tudom, hogy sokatoknak azt tanították, hogy a quint párhuzam meg az oktáv párhuzamok kerülendőek, és ez igaz, vagy hát nem feltétlenül igaz, a klasszikus zenészek kerülték őket, de hogyha ez nagyon zavart titeket, akkor így is lehet vezetni. Mindegyik jó.
Na most, ami miatt én lemásoltam ezt ilyen nagyon sokszor, az összességében az, hogy megmutassam, hogy ugye három hangból áll egy hármas hangzat, ezáltal három fordítása van. Tehát ezekkel a fordításokkal itt lehet játszani. Jó, mondjuk akkor ezt vezessük lefelé. Jó. És mondjuk itt is. Tehát így már akár egy fokozást bele tudunk rakni. Már a bal kezet is kimásolom. Az legyen csak ugyanaz. És ugye, ha még ezt is följebb raknánk egy oktávval, akkor visszaértünk ide, csak egy oktávval fentebb. Tehát, hogyha ezt rejjebb rakom ezt az egészet egy oktávval, akkor ugyanez lesz, látjátok. Na, oké, ezt akartam megmutatni. Igazából mind a hármat érdemes lehet kidolgozni, tök én a mentorprogramosoknak ezt szoktam ajánlani, mert sokkal többet tanultok belőle, meg az improvizációs résznél ez sokkal jobban fog jönni. Válasszuk ki az elsőt mondjuk. Nem annyira számít. Oké, tehát az akkordokról kétkezesen ennyit tudok igazándiból mondani, ez így is kinézhet, ide még akár rakhattok egy tercet, akkor még teltebben fog szólni. Oké, tehát ilyesmi dolgok vannak, ezek azok a megfogások, amiket én szoktam alkalmazni, illetve igazából itt ilyenkor könnyű dolgunk van, amikor két kezünk van, mert akkor ugye 10 ujjunk van hangokat megfogni. Ezt most egyelőre kimásolom. És mondjuk elrakom ide. Ezt pedig átrakom ide. Ugye ez lesz az alapeset, hogy a bal kezünk az csak basszust fog, itt meg már teltebben. Oké, és tök jó. De mi van akkor, hogyha... Tehát akkor most két kézzel akkordozunk, de mivel játsszuk le a témát? Hát ugye erre való elvileg a jobb kezünk, és gyakorlatilag is így is van. Viszont akkor a jobb kezünk az nem tud akkordokat játszani. Úgyhogy ide most beírom, Ctrl-T-vel, hoppá. Tök jó. A következő lépés az az, hogy a dallamot meghallgassuk, és megpróbáljuk leszedni fülből. Oké. Okay. Az első hang, ez ugye egy H hang lesz, tök jó. És hogyha nem tudod, hogy éppen melyik hanggal kezdődik meg minden, akkor próbáld meg kitalálgatni, hogy melyik lehetett az ez. Valószínű, és itt adok is egy tippet, hogy általában a hangnemen belül. Ha a hangnemen belül vannak az akkordok, akkor a hangnemen belül lesz a dallam is, mert azok passzolnak egymáshoz. Oké. Okay.
Mikor jön be? Tehát 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, hogyha túl gyors, amúgy YouTube-on is lehet lassítani, nézzétek! Egy, ta-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 ta. Hogyha ritmus megvan, ta-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 ta. Oké, oké. Tehát az első negyednek a negyedik tizenhatodára jön, hogy ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ezt a hangot ezt annyira nem hallottam ki, mert pont így elkapta. De a második... Ugye ez lesz majd a... Oké. Ezek, amiket most itt furán mondtam, azok a 16-odok voltak. Az azt jelenti, ez a dupla szálú kis cucc. Sőt, ez talán már nem is 16-od. Itt, hogyha benevez N betűt, és csak beállítod ezt, akkor onnantól működni fog. E. És ugye fész. Oké, na most ez elég rondán néz ki, és nagyon nehezen olvasható. Mégpedig azért... Hát én fiszt... bocsánat. Én fiszt hallok bele. De nem ide, hanem ugye ez a negyedik tizenhatod volt. Igen. Tök jó. Az egészet vegyük egy oktávval föntebb, mert könnyebben olvasható lesz. Ez így jól szól ugyan. Csak a kottában nagyon fontos az, sokkal könnyebben olvashatóvá teszi az, hogyha a negyedes tagolást azt érzékelhetővé tesszük. Látjátok, és akkor tudjuk azt, hogy ez egy negyed, egy, két, H, négy. És ezeket pedig összekötni ezzel a gombbal tudjuk. Az összekötés az azt jelenti, hogy letartjuk a hangot. Ez egy kicsit nehéz dallam, tudom. Ez pedig egy hosszú hang, hoppá, csak nem éha, hanem cisz. Hogyha már leütöttetek egy hangot és módosítani akarjátok, akkor nyomjátok meg még egyszer az N betűt. Igen. Hoppá, mi történt? Igen, így. És ez az allam, hogyha ezt egyszer megcsináltátok, akkor, akkor ugye ez nagyon sokszor ismétlődik. Ebben a számban legalábbis. Az egész szám ilyen, ritmikailag, ami a dallamot illeti, hogy a 16-odoknak a második, meg a negyedik hangját igyekszik megcsinálni. Ugye ez úgy van, hogyha veszünk egy ütemet,
Akkor 1, 2, 3, 4, ezek a négyedek, ugye? Négy negyedben legalábbis. 2, 3, 4. Nyolcadok azok kétszerűen gyorsan mennek. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tehát a negyedes lüktetés az még mindig itt van, és közéjük jönnek a nyolcadok. És a nyolcadok közé jönnek a tizenhatodok, egy kicsit lelassítok. 1, 2, 3, 4, 1. Tehát megint 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. És ezek a tizenhatodok. És ezek azok a dupla száru dolgok. És nagyon sokszor láthattok ilyen ritmus képleteket, hogy itt ugye minden négy négyes ütem az 4x4 ilyen 16-odból áll, hogyha ezt végigvenném most teoretikusan. És mindenhova ezt a 16-os lüktetést képzeljétek el, mert ide fognak esni ezek a konkrét hangok. Hogyha megnézitek, akkor itt is 4-16-ot szárból az első kettő és az utolsó van. Itt meg csak a második. Itt meg csak a negyedik. Tehát második, negyedik, második, negyedik. Tehát, hogyha mindenhol az első lenne, akkor kb. Itt szólna, hogy 1, 2, 4. Így meg, hogy egy, az olyan, mint hogyha egyel eltolná. Egy. Egyel előbbre hozná ezeket a hangokat. Na mindegy, akit érdekelt, annak így elmondtam. Hogyha nem ért ezeket, akkor annyira nem gáz. A kottát azt nyilván meg fogjátok kapni a leírásban. Na, hogy van a második része? Oké. Okay. Igen, és ugye a második részénél pedig csak marad ezen a hangon. Nem megy tovább. Hallgassuk csak meg. Tehát ugyanez. Azt kitörnöm mindjárt ezt a hangot. Így. Tök jó. És ugyanez a motivum még egyszer. Hogy hát nagyon hasonló. Egyet. Itt van egy kicsi bűvölés. Itt nincsen semmi. Egyszerűsítsük le ezeket a szüneteket. Egyet. Igen. Mármint. Ta-ta-da-da-da! És ugye? Oké, tehát. Há, da da da, egy, két, há, da da da, tehát az négyre fog jönni, tehát egy, két. És ez a negyedik. Tehát, hogyha pontot raktok ide, akkor ez igazából nem két tizenhatodat ér, hanem hármat. Oké. Okay. Ez nem négy, hanem nyolcad.
ezeket pedig kössük össze. Da 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 da. 1 2 há, 1 2 há, ugye nem így számoljuk. 1 2 há, 1 2 há, 1 2 há, 4 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 1 2 há, 4. Ugye ez megismétlődik ez a ritmus. Úgyhogy ezt... Jaj már. R betűvel. Hoppá, nem D, hanem H. In New York. Ugye itt csinál egy ilyen díszítést, ezt most én nem fogom beleírni, belejátszhatjátok. Ugye? Egy pillanat. De tudok róla, szóval nyugodtan írjátok meg a kommentekben, hogy kiadtam. Nem adtam ki. És ugye... Ha összeszámoljuk, 1, 2, H, 4, 5, 6, 7, és így jön ki a 8 ütemünk. Tök jó. Okés, nagyon szuper. Hallgassuk meg ezzel a basszussal. Kimásoltam, Ctrl-V. Hoppá. Ugye, igen. Berakjuk négyszer ugyanazt, mert ugyanazok az akkordok. Kicsit leassítom, azt hiszem itt lehet. Vagy majd, hogyha megállt. Na most, nyilván én egyszerűen leírtam, mert már 10 éve csinálom, vagy hát már lassan 20, az ilyesfajta dolgokat. Azt akarom csak ebből kihozni, hogyha valami nem úgy szól, ahogy szeretnétek, akkor menjetek addig a fületek után, módosítgassátok addig a kottát, ameddig azt nem halljátok vissza, amit szeretnétek. Hogyha nem ott van a hang, akkor rakjátok egy kicsivel arrébb, hogyha nem azon a hangmagasságon van, akkor meg simán ott is arrébb tudjátok rakni, látjátok, hogy én is csináltam ilyeneket. Rakjuk hozzá az akkordokat a bal kézből, ehhez a részhez. Na nézzük, hogy szól. Szuperség! Nagyon király! Összeraktuk a számot. Alapszinten ez most már megszólal valahogy, gyakorlatilag ez a verzénk. Ilyen módon végigmegyek a... Egyetlen egy dolog hiányzik a bal kézből számomra, az pedig az elején is tökre jól hallható. Oké? Okay. A vonósokat figyeljétek! Tap, tumpa, két, egyet, kettőt, egyet, kettőt, hármat, négyet. Tehát ez a fajta válaszolgatós mód. Na most ezt hogy tudjuk megcsinálni? Külön szedjük az alját, meg az akkordos részeket. Először, ha kontrollt nyomsz és kettőt kijelölsz, akkor így tudod kijelölni, Ctrl-X-el kivágtam, és a következőre Ctrl-V-vel szeretném beilleszteni. Nem hagyja. Na mindegy, akkor beírom. Kézzel. Tök jó.
mert csak a hangok vannak kijelölve, ez kicsit fura ebben a Muse körben. Egy másik programhoz vagyok egyébként szokva. Csináljuk meg ugyanezt a többi akkorddal is. Ez azért szól ilyen nagyon viccesen, mert ugye sokkal több hang van, és a szoftver szerint eznek jóval hangosabbnak kéne lennie. Lehet, hogy meg tudnám csinálni ezt, hogy hozzá dinamikánál rakunk ide egy ilyet. Ja, nézzük meg. És ide meg egy fortét. De ez csak egy ilyen programbeli dolog. Ja, mindegy, kicsit összeakadt. Ja, mert egy hangszernek kezeli. Szóval, hogy... Ez egy kicsit furán jön így ki, de bízzatok bennem, mert igazából meg lehet azt úgy csinálni, hogy... hogy az alsó hangja tök jó, hogy az alsó hangját kiemeled, és ezeket pedig úgy játszod, minthogyha azok a vonós pengetett hangok lennének. Tök jó. Na most erre még hogy tudunk ráerősíteni? Még egy következő szintje ennek. Tök jó. Ha Enter-t nyomsz, akkor itt egy sortörést csinál. 1, 2, 3, 4, itt 4. Hoppá. Ja, lehet, hogy akkor ezt így kéne. Kicsit tördeljük szebben. Így is van. Na, tehát, amit még tudunk ezzel csinálni, a tempó, hangmagasság, artikuláció, szöveg, ütemvonalak, ez kell nekem egy kettős ütemvonal, hogy egy szakasznak a végét jelöljem. Oké, tök jó, csak ide nem rakta be. Egy kicsit elemezzük le ezt a dallamot, szerintem csak azért, hogy melyik hang miért van itt. Ugye itt ez az e-moll akkord, eddig a négy hangig tart. Ez a hangnemnek az alaphangja, ez a H, a D arra csak egy terc, így lesz ebből egy moll 7-es, hogyha megnézitek, tára, ez a két hang. Itt minden hang az a következőnek a megelőlegzése, tehát ez egy A-dur 3-as hangzat, ez egy A-domináns szeptim 4-es hangzat, mégpedig ez. És ugye pont A-durban vagyunk. Ez a quint, a fisz az ugye a H-mollnak a quintje, és ami nagyon vicces, az ez a cis hang. Ez egy, csak egy nagyon szép ilyen, úgy mondjuk, hogy tenziós hang egyébként a jazzben, színező hang, díszítő hang, a 9-es. És pont ettől lesz ilyen légies hangulata szerintem az egésznek. Ugye itt is a D hang az e-moll 7 fölött. Tök jó. Tehát, ugye ez egy módja csak annak, hogy az akkordokat valahogyan felbontsuk. És azért itt van többféle mód is. Az improvizációs résznél kicsit bele fogunk menni, hogy mi van akkor, hogyha nem csak így játsszuk el az akkordokat, hanem egy kicsit ezzel játszadozunk is. De az első feladatunk az lesz, hogy megtanuljuk minél pontosabban a mozdulatokat eljátszani. Úgyhogy, még leszedem a refrénnek a két, illetve a refrénnek a dallamát, és amivel ezt fel lehet dúsítani, az egyszerűen csak az, rakunk még hozzá hangokat. Nem ide, hanem ide. Az akkordból. És ugye mivel a dallam van fönt, ezért alá. És így. És kész. Ctrl-Alt-tal megy. Ha Ctrl-Alt lefelét nyomsz, akkor a hangnemen belül megy. És az egészre jelöljük ki, és nyomjunk egy Alt-3-at. Tök jó. Ja nem, Shift-Alt, igen, bocs. Néha elnézem a gyors gombokat. És
És ugye ezt az egészre meg lehet csinálni. Ugye itt már az akkord is benne van alatta. Tehát Shift Alt 2-t le, ez ugye egy terc, és Alt 3 terc. Ugye itt egyetlen egy dolog van, ugye egy módosított hang, ez az A-Is, semmi gond. Jelöljük ki az összeset. Hát. Igen, és akkor így igazából meg vagyunk. Na, hallgassuk is meg, hogy hogy szól. Oké, okay, tehát ez a három részünk van, a bridge eleje, simán. Oké. Okay. Na most tehát, ez a, szerintem ez a legegyszerűbb kotta forma, amit kidolgozás, hogy kor csinálhattok, hogy kicsit már elfáradtam ebben a hosszú kotta szerkesztésben. Az a lényeg, hogy megvan a verze, megvan a refrén, egyértelműen feliratoztuk, hogy melyik melyik. És ugye itt is meg lehetne ezt csinálni, hogyha ezt még bonyolítani szeretnénk, hogy adunk rá még egy tercet. Csak ezt... És akkor így lesz teljes a kép. Ide ugye még a refrénben van a tetejükön, van a tetején még egy terc, alt 3, ott is van. Ez egy fura vonal, nem tudom, hogy ezt miért rakja bele, teljesen mindegy. Ugye? Tök jó. Tehát akkor ez a refrén részünk, és ennyi a kidolgozásunk. Úgyhogy, ja, hogyha szeretnétek, akkor persze elejétől végig hangról hangra ezt ki lehet dolgozni, de mivel ezek fognak benne változni, én ennyire szoktam csak kérni a tanítványomat, hogy dolgozzák ki. Remélem, hogy ez hasznos volt. Ha szeretnéd, hogy a saját számodon keresztül mutassam be neked mindezt, segítsek, fogjam a kezed, és dolgozzuk ki együtt ezeket. Ugye a mentor programban úgy néz ki ez az egész, hogy jön egy tanítvány, elkezdjük csinálni ezt a feladatot, én nem csak megcsinálom, illetve nem megcsinálom neki, hanem megmutatom nagyjából, hogy hogy kell, elkezdem, ő megcsinálja, és addig javítgatjuk, küldjük egymásnak, ameddig jó nem lesz. Nagyon sokszor ilyenkor az történik, hogy ezt nem feltétlenül órá szoktuk ugye megcsinálni, hanem csak hogyha a tanítvány nem kéri külön, hanem te megcsinálod otthon, visszaküldöd nekem a zenetanulás szabadon, illetve a szabad zenetanulás mentorprogram VIP csoportban, már elég tudok beszélni. És utána én ezt megnézem, kijavítom, videót veszek föl róla neked, hogyha szükség van rá, és addig javítjuk, ameddig jó nem lesz, és utána mehet gyakorlásra az egész. Ugye ezt addig ismételjük, ameddig kell. Alternatív verziókat is szoktunk dolgozni ilyenkor, most egyet megmutattam nektek, hogy kell kidolgozni, és ja, kész igazándiból. Mutatok erre egy példát, mert pont itt volt, hogyha megnézitek, ez pont az egyik tanítványomnak az egyik kottája, teljesen ugyanez a folyamat, átküldte nekem, megmutatta ugyanezt, nagyon szépen kidolgozta az akkordokat, megbeszéltük, vettem róla fel videót, átjavítottuk a kis apróságokat, és igazából ennyi volt a történet. Remélem, hogy segített. Ez a kotta, ez mindennel együtt elérhető egyébként ugye a videóban, ezt elküldtem nektek. Úgyhogy, ja, és hogyha ez a kidolgozás megvan, akkor mehet az egész
gyakorlásra, a holnapi nap témája az pontosan ez lesz, megmutatom, hogy ez hogy fog jól szólni. Ha szeretnél a mentorprogramra jelentkezni, szeretnél tőlem egy ingyenes első órát, megkérdezni, hogy mi a helyzet, meg hogy mi ez pontosan, jó ez neked, ajánlom-e neked ezt a programot, akkor foglalj mindenképp egy ingyenes első órát a kiskarolylászló.hu/mentorprogram oldalon. Szeretettel várok mindenkit. Ja, korlátozott hely számban elérhetőek a helyek. Míg a héten mindenképpen nyitva lesz a jelentkezés, aztán a jelentkezések számától függően lesz, illetve az érdeklődéstől függően lesz a jövő héten is nyitva vagy csukva, úgyhogy ebben a hétben lehet hozzám jelentkezni, utána pedig nem nagyon szeretnék most új tanítványokat vállalni, ugye a svájci kiutazás miatt, úgyhogy ja, a holnapi videóban találkozunk. Sziasztok!